Zsolt vagyok. A mai videóban az autófanatiknak a Wheel Cleaning Foam nevezetű jól habzó felni tisztítóját fogjuk kipróbálni. Fél liter vízhez fogok a habosítóba tenni. Mennyi ez? Kb. 25 ml-t ebből a cuccból, és meglátjuk, hogy hogy működik. Annyi, hogy nem is gondoltam, hogy erről fogok most videót csinálni, úgyhogy nem is úgy készültem, úgyhogy nagy hirtelenyében le is öblítettem már a kerekeket, tehát valamennyi kosz már lejött róluk értelemszerűen, ami nem volt beágyazódva, viszont az összes többi még rajta van, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy működik. Kezdjünk is neki! A leírása szerint olyan 1-2 percig kell állni hagyni, és utána pedig leöblíteni. Úgyhogy amíg dolgozik, addig gyorsan körbe is járunk, megnézzük a többi kereket is. Na hát lehozott sok koszt, de még nem tiszta a felni. Ide látom azért, hogy még áll rajta a kosz. Úgyhogy ráaplikálok még egy keveset a habosítóból, és ecsettel bedolgozom.
viszont belcsetelve szépen lehozott mindent, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Valószínűleg többet is kellett volna használni belőle, de majd lesz erről a későbbi másik videó, ahol ilyen összehasonlítós tesztet fogok csinálni, és akkor többet fogok ebből használni, és koszosabb kerekeken is fogom. Úgyhogy ő volt az Auto Fanatic Wheel Cleaning Foam. Csak ajánlani tudom, szerintem teljesen jó. Illatra egyébként olyan számomra legalábbis, mint a Chemical Guys-nak az egyik üvegtisztítója. Úgyhogy nem rossz. Megint csak azt tudnám mondani, hogy ilyen mosókonyha illata van. Máshoz nem nagyon tudnám hasonlítani. Úgyhogy hát ez egy nagyon erős koncentrátum, amúgy sok felnit le lehet vele tisztítani. Egy ilyen flakonból felhígítva lehet csinálni körülbelül, hát azt mondja a leírás, hogy a 4 liternyit? Nem, bocsánat, 4 gallonnyit, tehát körülbelül 16 liternyit lehet ebből az egy flakonból csinálni. De százszónak is egy a vége, szépen hozta az eredményt, letisztította a felnit. Ha többet használtam volna belőle, és jobban habzik, és jobban rajta marad, és lassabban csúszik le, de azért lecsúszik, akkor pedig valószínűleg még ettől több koszt is lehozott volna ecsetelgetés nélkül, de hát van az a kosztmennyiség, ahol már mindenképpen kell ecsetelni. Úgyhogy csak ajánlani tudom, vegyétek, vigyétek, majd lesz még erről teszt, ahogy mondtam. Úgyhogy ezzel ennyi is volt, ha tetszett a videó, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Szeretném megköszönni a figyelmeteket, és találkozunk a következőben. Sziasztok!